A videót támogatta az Autócentrum Szabó, ahol 11 automárka több mint 1000 akciós ajánlatát találod, új autódat pedig akár online, házhoz szállítással is megrendelheted. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, Alfa Romeo. Egy márkanév, aminek a hallatán sokaknak fönáll a szőr a hátán, másoknál viszont megdobban az a szív, a Cuore Sportivo. Na már most én az utóbbi csapatba tartozom. Nekem volt 147-esem, 159-esem, Brérám, illetve Giuliettám is, tehát tudom, hogy milyen közösség lapulít az Alfa Romeo mögött, milyen szívek rejtőznek, illetve miért integetnek egymásnak az alfások. Mert én nem hiszek a szkeptikusoknak, akik azt mondják, hogy a fél életünket bizony a szervizben töltjük, hogyha Alfa Romeo-t vásárolunk. Nekem is csak egy példánnyal volt problémám azzal, amit az előző tulaj, hát nem kezelt úgy, hogy kellett volna. Dízel volt, össze-vissza indítgatta, leállítgatta, városban gyepálta, és aztán jött a szívósor felújítás, illetve a turbófelújítás. A többivel viszont semmi probléma nem volt, tényleg tökéletesen funkcionált, vezetési élmény szempontjából is kategórián felüli volt mindegyik modell. Viszont azért az Alfa Romeo sajnos erős hullámvölgybe került az elmúlt évtizedekben, amiből úgy tűnik, hogy a Stelvio azért kihúzza, ez a márka első SUV-je, és mivel a crossoverek iránt nagy a kereslet manapság, 2018-ban több tízezer darab fogyott ebből a példányból, ami egyébként szinte ugyanolyan, mint a Giulia, csak magasabb építésű, nagyon sokban egyeznek, és tényleg jól néz ki. Kicsit talán azért dobozosabb a forma, nem annyira megnyerő, mint a Giulianál, de legalább kaptam egy ilyen példány tesztre méghozzá az Autócentrum Szabónak a jóvoltából, 2 literes benzinmotorral, kellemes felszereltséggel, és igazából tök korrekt összképpel. Valószínűleg kevés ember van a világon, aki ezt a pajzsot látva ne tudná, hogy milyen márkajelzésű autóban ül, vagy autóban fog ülni, hiszen ez egy Alfa Romeo Stelvio, egy SUV, ami érdekes irányvonalat képvisel a márka életében, hiszen ez az első ilyen megoldás ennek az olasz gyártónak, és nem is sikerült rosszul, ugye 70%-ban osztozik különböző tulajdonságokban a Giuliával. A padlólemez ugyanaz, Giorgio platformra épül az autó, 4687 mm hosszúságával pedig megmutatkozik az, hogy ez nem egy ilyen apróság, nem egy mini SUV, nem egy kompakt crossover, hanem egy méretesebb jármű, ami több mint 2,8 méteres tengelytávval rendelkezik, tehát a helyi kínálata is megfelelő. Az elején barom jól mutat a pajzs. Nekem, hogy jobban tetszett a régi, normál pajzs, az egy jó kérdés. Szerintem az új autókon már modernebb ez az új megoldás, de azért a régi sem nézett ki rosszul. Van, aki már eleve a Giuliettákon is lecserélte erre az új fajtára, amikor már elérhető volt ugye a facelift után. És igazából ezek a menetfények is baromi szépek, messziről felismerhetővé teszik ezt az autót, legalább lehet messziről integetni, villogni egymásnak, a hűtőrács nem hivalkodó, illetve ott vannak a különböző szenzorok is, jól láthatóan, ahhoz, hogy az adaptív tempomat az működhessen, egészen pontosan arra, plusz az egyéb parkolás segítő szenzorok is. Amik az Alfán mindig rosszul mutattak, azok a rendszám táblák, főleg elől, hát nyilván itt is lehet már azt hiszem alanyi jogon kérni, ilyen matricás rendszámot sokkal jobban fog mutatni vele az autó. Mint hogy egy nagyobb keréktárcsával is dizájnosabb lenne ez a jármű. Természetesen, ahogy az SUV-knél, hogy itt sem maradhatott el az a műanyag elem, ami körbefut itt a padlólemeznél, illetve a kerékjárati íveken. Ezzel is egy picit talán alacsonyabbnak tűnik az autó, nem annyira ormótlanul nagynak, pedig a több mint 1,6 méteres magassága azért kiemeli a személyautók közül. Kényelmesen be lehet huppanni előre, illetve hátra is, de azért föl kell mászni, szóval készüljünk fel arra, hogy egy lépést tenni kell fölfele. Ez valakinek azért fájó lesz, de szerintem inkább örülni fog, hogy magasabb pozícióból tud vezetni. Na mindegy, tényleg egy kicsit nagyobb keréktárcsákkal, egy fokkal dizájnosabb lenne ez az autó. Ezek eltörpülnek itt a méretes jármű alatt, de a helykínálat az nem törpül el egyáltalán. Itt azért bőven van nem csak elől, hanem hátul is lábterünk, illetve fejterünk is. Szerencsére erről nem kell lemondanunk. Ahogy egyébként hátrafele megyünk, látszik, hogy azért itt a formatervezőknek a fantáziája egyáltalán nem fogyott el. Gyönyörű ívek jellemzik az autót, nincsenek meredek ívek, illetve nagy törésvonalak, hanem így egységes az egész. Picit magasabbra húzták az övvonalat, például, hogy szépen megy fölfele, illetve ezek a hátsó lámpák is már ledesek. Van két rendes kidörgőnk, kipufogónk, illetve nyilván diffúzorunk is. Erre azt hiszem mindenki számíthatott, és innen hátulról is gyönyörűen mutat az autó. Nyilván ott a logó, ott van a Stelvio felirat, illetve a Q4 kis jelzés mutatja, hogy ez egy összkerék meghajtású jármű. A hátsó szélvédő azért tud koszolódni, oda fölcsapja a dzsuvát az autó, de van szerencsére
ablaktörlő lapátunk, ezzel meg tudjuk tisztítani, és tényleg a rendes két kipufogó is azért mutatja, hogy ez nem csak valami illúzió, hanem tényleg ez egy sportosabb SUV, aminek a helykínálata nem csak a lábtér, illetve a fejtér esetén érhető tenten, hanem a csomagtérnél is 525 liter az, ami rendelkezésre áll annak az embernek, aki megveszi és ezt teli pakolja, ez rengeteg, és egész praktikus megoldások is vannak, például ilyen, hogy rögtön azonnal le tudjuk dönteni a hátsó üléstámlákat, van szivargyújtó töltőnk, illetve zacskótartónk is, szóval ezzel nyugodtan számolhatunk esetleg egy ilyen nagy bevásárlás során is, illetve oldalra is tudunk helyezni dolgokat, plusz, hogyha fölemeljük, akkor itt van még egy ilyen kis pótkerék-szerűség, igazából gumit kapunk főképpen, de legalább ez sem foglal helyet, és azért elég méretes ez a csomagtartó, főleg, hogyha ledöntjük a hátsó üléseket, amiket most meg is fogok tenni pont azért, hogy látszódjon, hogy bizony szinte síkban dől a hátsó üléstámla, ezért nagyon hosszú dolgokat is be tudunk pakolni az Alfa Romeo Stelvio-ba. Szerintem akárki akármit mond, izgalmas és érdekes a beltér, nem ultramodern, hiszen nem digitális az egész kijelzőnk, vagyis műszerfalunk. Ennek ellenére szerintem bőséggel megadja mindazt az Alfa Romeo Stelvio beltere, amire esetleg egy prémium felhasználó vágyik. Na és kicsit közelítsünk rá a részletekre, menjünk szépen bal oldalt. Az anyaghasználat nagyon jó, itt is finom, puha, ezek a betétek akár fabarakással nagyon jól mutatnak, kényelmes itt, hogy be lehet csukni az ajtót, és előtte vannak az ablakemelő gombok, illetve innen lehet a tükörlapot is állítani, és memóriás ülésekkel találkozunk már ebben a felszereltségben, ami azt jelenti, hogy el tudunk tárolni akár 1-2 vagy 3 felhasználó üléspozíciót is. Itt bal oldalra került a Start-Stop gomb, illetve a parkolás segítő szenzoroknak a kikapcsolása, van automata fényszórónk, maga a fényszóró nagyon jól világít éjszaka, szépen lehet látni, szóval a biztonságos közlekedés az megvan, illetve a légbőmlők is nagyon érdekesen jól néznek ki, ilyen kis kerekdett, gömbölyedett formát kaptak, lehet állítani, illetve elforgatni őket, hogy ne jöjjön, vagy jöjjön esetleg a levegő belőlük, szerintem ez azért dizájnos, illetve az is jól néz ki, hogy itt mind a kettő óracsoporthoz tartozó kijelző fölött pont úgy van domborítva a műszerfal, hogy ilyen az egészhez, igazából innen mutat igazán jól. Talán ez emlékeztethet minket azért a régebbi Alfákra, akár a Giuliettára, de nyilván a Giuliához tök hasonló, szinte ugyanilyen, de még a 159-esbe is valamennyire ennyire hasonlóan voltak elhelyezve a dolgok. Itt viszont van két analóg kijelzőnk, illetve közöttük ott van a digitális kis információs kijelzőnk is, ahol láthatjuk a hatótávot, a fogyasztást, illetve egyéb adatokat is. Multikormánnyal találkozhatunk, bal oldalról lehet vezérelni az adaptív tempomatot, illetve ide került a Start-Stop gomb, ugye így lehet beindítani a motort. Ez először megszokást igénylő dolog, de utána imádni fogjuk, hogy meg kell ragadnunk szinte a kormányt ahhoz, hogy elindítsuk az autót. Fantasztikus élmény. Jobb oldalon pedig a hívást, illetve a különböző multimédiás dolgokat lehet vezérelni. A 8 incses kijelző az úgy lett ide elhelyezve, hogy szinte észre sem vesszük, hogyha leállítjuk az autót. Nagyon-nagyon pofás, hogy nem egy ilyen kiálló tablet ez, hanem belesimul a környezetbe, szép színekkel operál, jó a betekintési szöge, illetve a felbontása is kellemes. Itt láthatjuk a hátul lévő kamerának a képét is, ami viszont már nem ennyire szívdöglesztően jó. Most itt be is indítom egy pillanatra, látszik, hogy azért közepes a képminőség, de manőverezést azt mindenképpen segíti. Ezen kívül, hogyha lejjebb kutakodunk, akkor vannak még légbőmlők, és szuper, hogy nincs túl digitalizálva az autó, tegerők formájában tudjuk vezérelni a klímát, a különböző ehhez tartozó funkciókat, akár az ülésfűtést, akár a kormányfűtést, hogyha pedig még lejjebb nézünk, és kiveszem ezt a kulacsot, akkor van egy szivargyújtó töltőnk, plusz egy USB csatlakozónk, Apple CarPlay és Android Auto támogatással rendelkezik ez a rendszer, aminek a sebessége nem rossz, de azért látszik, hogy némileg meg tud akadni. Szerintem ennyi még éppen belefér, de hát tényes valahogy az autóipar ilyen tekintetben is fejlődhetne már. Mondjuk a chipgyártás nehézségek időszakában azért nem biztos, hogy a legaktuálisabb ez a téma, vagy hát pont, hogy legaktuálisabb, de nem a legkönnyebben teljesíthető. A BMW-hez hasonló itt az egész közép konzol, legalább az olasz színek itt megjelentése kerültek. A váltónak a fogása a váltókarnak nagyon jó, fölül kell a P gombot megnyomni ahhoz, hogy parkolóhelyzetbe tegyük, illetve mellette, amit nem értek, hogy miért kellett ez a kis picike kis visszacsillanó, zongoralakszerű fényezés ide, ez össze fog karcolódni, itt lehet behúzni a kéziféket, illetve vezérelni a hangerőt, plusz lehet a számokat is léptetni, és a BMW-nek az iDrive-jához hasonlóan van egy ilyen kis tekerőnk, a legfőbb funkciókat ezzel is elérjük, tehát nem kell feltétlenül tapicskolni a kijelzőt, hanem menet közben is meg tudjuk oldani, illetve van DNA kapcsolónk, ugye Dynamic a legerősebb mód, hogyha ezt így elbillentjük, akkor egy picit megemeli a fordulatot az autó, illetve a gázreakciót is növelni fogja.
azért jó helyet a sportosabb vezetőknek, van egy nagy kartámaszunk, könyöktámaszunk, ami alatt van még USB csatlakozónk, illetve szivargyújtó töltőnk is, tehát sok minden, plusz ide tudunk pakolni néhány dolgot, de egyébként is azért van néhány rekesz azért itt a beltérben, ami pont arra jó, hogy a hosszú utakra utazunk, akkor is nyugodtan a flaskát magunkkal vigyük. A kesztyűtartónak a mérete azért nem nagy, hogyha belerakjuk a kézikönyvet, akkor már alig fér oda valami. Az üléseknek a kényelmét pedig majd vezetés közben elmondom, mert bár jól néznek ki, azért nem feltétlen ezek az ülések készültek a leghosszabb utakra. Legyünk őszinték, mi múlik egy SUV-nek a megítélése? Mennyire tágas, mennyire sok minden fér el benne, mennyire jó egy családnak? És mi múlik egy Alfa Romeo crossovernek a megítélése? Nem csak az előbb említett komponenseken, hanem bizony a vezetési élményen. És nagyon jól tudja az olasz márka, hogy ez nagyon fontos a felhasználóknak, hiszen hogyha valaki a prémium szegmensben kutakszik, azért bőven vannak ellenfelei a Stelvio-nak. Mégis ez egy olyan modell, amit lehet szeretni, nem is kicsit, nem csak a dög külseje miatt és a kellemes, jó minőségű belterem miatt, hanem motorizáltság terén is bőven vannak olyan alternatívák, amelyek azért megmutatják a fogafehérjét, hogy miért is Alfa Romeo az Alfa Romeo, miért jó még mindig ezt a márkát választani. Mondjuk ez a konkrét példány nem a legerősebb modell, sőt ebben idézőjelesen csak egy 2 literes turbós, alumínium blokkos, 4 hengeres benzinmotor duruzsol, ami a maga 200-201 lóerejével azért vígan mozgatja ezt a 1660 kg-os kasznit, de hát nyilván azért óriási sportosságot nem kell tőle várni, még így is azért teljesíti 7,3 másodperc alatt a 0-100-as sprintet, ami szerintem azért teljesen korrekt eredmény. Ugyanígy a 330 Nm-es forgató nyomaték is elegendő ahhoz, hogy amikor zöldre vált a lámpa, akkor dinamikusan elinduljunk, plusz, hogyha szeretnénk, akkor autópályás közlekedésnél, vagy éppen országúton is bőven marad erőtartalékunk. Nincs zavaró hangja a motornak, nem dolgozik, nem zakatol úgy, hogy esetleg bántó legyen a fülnek, teljesen jó és rendben van ez a benzinmotor, amihez társítottak még egy 8 fokozatú automata váltót. Ez nyilván nem csak kényelmi szempontból előremutató, hanem nagyon jól teszi a dolgát, észesen vesszük, hogy vált, tényleg illeszkedik az autó sportosabb mi voltjához is. Főleg akkor tud ugrani egyébként nagyot az autó, hogyha a már korábbról is megszokott DNA kapcsolót dynamic módba helyezzük, ilyenkor egy picit megemeli a fordulatot az autó, a gázreakció is sokkal pontosabb, precízebb, illetve érzékenyebb lesz, ezen kívül pedig a kormánymozdulatokra is jobban reagál az autó. Hogyha normál módba tesszük, akkor is így van ez, tehát akkor sem lesz probléma, tényleg pillanatok alatt responszívan tudja az autó, hogy mi merre szeretnénk menni, és pont ez mutatja meg azt, hogy ez még akkor is egy vezetési élményt szolgáló autó, hogyha mindössze egy crossoverről van szó, még ha nem is egy apró crossoverről, tényleg jól csillapítja a futóműt és az úthibákat, mondjuk ehhez jótékonyan járul hozzá az, hogy elő a kettős keresztlengő karos a futómű, hátul pedig multilink a felfüggesztés. Megérezzük persze az úthibákat, minél nagyobb felnit választunk, annál inkább pattogósabb az autó, és annál jobban tudja a rezonanciákat átadni a sofőrnek, de én azt mondom, hogy így ezekkel a 18 incses felnikkel szerintem teljesen rendben van a komfort, nincs nagy szélzaj, az ülések mondjuk azért nem a legjobbak, nincsen oldaltartásuk, szóval erre fel kell készülni, és azért a deréktámasz is hiányzik egy picit, mert hosszabb távon én már éreztem, hogy azért megmozdulnék, egy kicsit kiszállnék az autóból, tehát hiába nagy, hiába családi, hiába esetleg hosszú utakra vágyik valaki a Stelvióval, szerintem időnként érdemes lesz majd megállni vele. De vezetés szempontjából, tehát teljesen rendben vagyunk futóműben is, ami nekem nem jött be vezetés szempontjából, és nagyon nehezen, vagy talán nem is szoktam rá teljesen, az az IBS. Ez egy elektrohidraulikus fékrendszer, ami igazából vákumrásegítés nélküli fékezés. Ez azért nem tetszett, mert amikor nyomtam a fékpedált, az elején még nem nagyon volt fékhatás, és utána pedig nagyon hirtelen lett. Tehát nehezen lehetett szabályozni a fékerőt, talán a méretek miatt, talán a tömeg miatt, talán emiatt az IBS miatt, de azért a fékezésre mindenképpen rá kell szokni ennél az autónál. A fogyasztás pedig úgy alakul, hogy azért városban egy ilyen 10-11 litert bekajál az autó, de összkerékhajtású ez a modell, és sajnos ez a 2 literes nem is választható másképpen, viszont ha valaki nagyobb teljesítményre vágyik, akkor ott van a 280 lóerős benzines is, illetve hát van V6-os erőforrással szeret quattrofoglio, ami hát azért hátsókerék meghajtásával nagyon-nagyon-nagyon komoly
baj. Én sajnos még nem vezettem, de mindenki, aki igen, az szuperlatívuszakban beszélt arról a modellről, hát nyilván azért az nagyon sok millióval többe is kerül, mint ez a konkrét példány. De még mielőtt az árát elárulnám, azért egy pár vezetés segítő asszisztens szolgáltatásra is szót fogok ejteni, hogy ott van a hátsó kamera, aminek a képminősége, ahogy említettem és mutattam, azért közepesnek mondható, de van ezen kívül vészfékasszisztens, keresztforgalomfigyelés is, illetve sávelhagyás, figyelmeztetés, sávtartás, szóval a szokásos 2021-ben már jól megismert extrákkal azért az Alfa Romeo Stelvio is rendelkezik, és most a start-stop rendszert is legalább meg tudtam egy pillanatra mutatni, magától direkt nem kapcsoltam ki, szépen működik, de azért nyilván egy pillanatra berántja az autót, én mondjuk innentől kezdve ki is fogom kapcsolni, mert egyszerűen nem csípem ezt a funkciót. Az ára pedig úgy alakul ennek az Alfa Romeo Stelvionak, hogy az Autocentrum Szabónál olyan 13,8 millió forintot kell kifizetni akkor, hogyha ezt a szuper felszereltségűt választanánk ezzel a 200-201 lóerős benzinmotorral, és 16,5 millió forintot kell lemennünk a bankszámlánkról akkor, hogyha már a 280 lóerős verzióra vágynánk. Nyilván az már nem kevés pénz, és bőven vannak ellenfelei, ilyen például a BMW X3, vagy éppen az Audi Q5, hogyha a prémium szegmensben kutakodunk, mert ez igazából egy prémium SUV, ami minden igényt ki tud elégíteni. Én hibákról nem nagyon tudok semmit mondani, még nagyon kevés kilométer van az autóban, az egyetlen egy, ami érdekes, hogy az első szenzor néha bejelez, és az ember ilyenkor így vigyázba áll, hogy úristen, minek megy neki, vagy minek nem. Minden autónál lehetnek gyártási nehézségek, azért én már a Kia-nál, illetve az Opel-nél is tapasztaltam hasonlókat, amikor egy pár száz kilométer futott autónál is előfordultak, ezzel meg kell barátkozni, de összességében tényleg azt lehet mondani, hogy ez az Alfa Romeo Stelvio abban emelkedik ki a kategóriából, hogy vezetési élmény szempontjából sokkal magasabb szintre helyezi az SUV-ket, lehet szeretni, azért kényelmes, de nem a leghosszabb utakon. Motorizáltság terén ez a 201-2 lóerős motor is bőven elég. Nyilván a fogyasztása azért a 11 liter a városban, ugye, amit mondtam, megvan. Országúton, illetve vegyes fogyasztásban egy 8-9 literre le tudjuk vinni, de nem hiszem, hogy azért ez fogja a legjobban zavarni azt a felhasználót, azt a vásárlót, aki ezt az autót szeretné beszerezni magának. Én köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm az Autocentrum Szabónak is, hogy a rendelkezésemre bocsátotta ezt az autót. Élmény kipróbálni mindig egy Alfa Romeo-t, és élmény mindig vezetni egy új típust. Iratkozzatok föl, hogyha még további tech vagy éppen autós tartalmakra számítotok, ez nagyon fontos, mert így fogok egyre több mindent elkérni, és így fognak velem szóbálni különböző gyártók, illetve cégek. Köszönöm még egyszer a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!